Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a most látható műsor kulturális sokkot és utazási rohamokat okozhat, ezért megtekintését minden korosztálynak ajánljuk. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. 2023. július 17-e van. Túrának ez a 11. napja, és az éjszaka második felétől bizony gyönyörű szépen esett az eső egész végig. Úgyhogy a sátor, bicikli, csatak, víz. Na, tartok nektek egy kemping bemutatót. Az este mindenki éledezett. Itt hancúroztak, ünnepeltek, úgyhogy nem akartam zavarni. Na, mutatom először is, hogy itt a Meudancié íme. Ez baromi mély, 2 méter. A csemmotorosok elvihoráztak itt jó sokáig, egyre többet és többet ittak. Itt a mosdó. Itt az zuhanyzó része. Így. És itt a vécé. Gyönyörű pofát, ami hajnal 1-től 1:45-2-ig nem tudott aludni az eső miatt. Fú, de kellni kell, mert menni kell tovább, az van. Na, mutatom tovább. Mosogató részleg van. Itt a csűr. Ide tettem be az én kis powerbankomat, ami fel is van töltve, nagyon helyes. Mindig a kemping, ezeket mindig feltöltöm, mert sose tudhatod, hogy alakul a napod, vagy mire kell. Aztán legyen benne áram. Ez itt felül ilyen panzió rész, itt is van ilyen kiülője. És akkor mutatom a konyhát, van ott ilyen rezsó, vízforralója van, mindene van neki. És van neki az analóg kakas, ez már itt kakarékol, mert jó órája. A mosógép, de a bácsi az már látszik, hogy járt külföldön, mert van egy lakat a mosógépen, és rá van írva, hogy 15 lej, egy mosás, bizony. Úgyhogy ő már tudja, hogy mi van. Itt ez a zöld ház, olyan, mint ilyen norvég hely lenne. És ennyi az egész kemping, amit ott láttok. Itt vannak a nagy gépek. Éjfél utántól villámlott, meg cigáztak itt a fények egész éjszaka. Hát... nem tudtam letakarni, úgyhogy ez most ilyen lesz, majd megszárítja a szél. Készül a finom kávé, és most luxus lesz, mert még te is lesz hozzá. Igazi luxúria van most.
Jó hűvös reggel van, jó párás reggelrel, reggellel, amikor a logopédushoz hazamentem. Hát izémet nem szedtem be a gatyámat, az ott majd hátul megszárad a bikepackinges csomagon. Ja, és lesz reggeli, mutatom a reggelit. Ez még a tegnapi. Hogy túrós béles lesz. Ezt nézzétek meg, túrós béles fogok enni. Ilyen jó dolgom lesz tejjel. Vettem kettőt. Este nem ettem semmit, mert ittam sört. Az volt a vacsora. Megettem egy kis magyarót hozzá. Most túrós béles lesz a menü. Na hát 7 óra 10-kor sikerült összepakolni és elindulni. Nap éppen már most kibújt. Jó párások ott a hegyek hátul. Ezt mondtam, ezt a zöld házat olyan, mint valamilyen norvég hely lenne. Itt van a kemping kirakva. Ott volt szembe a bolt. Íme, és itt van kitéve az utcára a kempingtábla. Geli első méterek, mindig azon töröm a fejem, hogy ott hagytam-e valamit, mindig háromszor megnézem. Tegnap a jó gumipókom ott maradt a fán, kertbe. Most azt hiszem mindent elraktam, becsomagoltam. De ma is meleg lesz nagyon. És a mai végcélom, ahogy mondtam reggel, a reggelinél az tordai hasadék mellett van egy kemping. Ilyen gyönyörűek ott a párás hegyek ott jobb oldalt, a domboldalak. És olyan jó illata van a növényeknek. Nem tudom, hogy van, aki ezt utálja. Olyan fura. Én szeretem ezt a, ez a nyárnak egy illata. Még velem együtt keltek a motorosok. Itt este hangoskodtak. Etika órán nem figyeltek, hogy nem illik hangoskodni. Ha ilyen családi kempingbe vagy. Menni kell Zamárdiba, ott lehet óbégatni reggelig. De mindegy, ez csak most így eszembe jutott. Ez a Balázs telke is egy jó nagy hosszú falu. Meggyestől északra a 14-es úton, 14A azt hiszem. Nézzétek, milyen gyönyörű a reggeli táj. Szinte a legszebb, azt gondolom, a legszebb. A délelőtt olyan semmilyen a fény miatt. Főleg most a pusztulat kánikulába. Ezek csodálatosak, meg a korestiek. Ezt meséltem Fogarasra fel, de elmondom megint, hogy nekem ilyen régi 8-as sor van ezen a biciklin, és most van rajta egy nagyobb, ilyen 40-11-es, és 9 napig, vagy hogy 8 napig úgy mentem, hogy nem rakta föl a kapaszkodóra hátul a legnagyobbra, mert ugye nem látom innen a csomagtól. És akkor mentem fel a Fogarasra, akkor láttam, hogy valami nem stimmel. Ugye, hogy kopik a váltó, úgy nekem nem tűnt fel, azt végig felhajtottam minden egyre kettesbe. Pedig az egyes az tényleg olyan jó fokozat, hogy 34-40-es áttétel. Úgyhogy 34-36-tal toltam végig a Fogarasig teljesen. A Transalpinát is feltoltam 34-36-tal. Az szép. Nézzétek, milyen gyönyörű. Jaj. Korábban akartam indulni. Az eső ez megzavart, mert fölkeltem, mert nem tudtam aludni. Meg én olvastam. Utána beindult a kakas, ami ott volt a kerítés mellett tőlem másfél méterre. Reggeli után 2,4 kilométeres emelkedő 118 szinttel. Jöjj csak! Mit kapsz? Egyél? Ne! Egyetek, úgy! Az anyátokat! Utánam szaladsz, kapsz mást is! És jön? Jó! Nézed csak! Á, kurva anyátokat! Négy is volt, bazd meg! Én meg is etettem, azt még csak utána jön.
Pont a lejtőt az emelkedő tetején. Komész 10-zel. Na, láttam, hogy ott a lovaskocsi, azt is megkergették. Ezen sok minden nem tud csinálni, mert fennültek rajta a bakon. És jó lejtő jön. És akkor ez már maga dicső Szent Márton. Hát valami ideig akartam tegnap jutni, de megint jó döntésnek bizonyult ez a kemping, mert semmi nem volt. Ilyen szántóföldek voltak, amikor lehetett volna aludni. Itt van Lidli. Nem veszek most semmit. Nézzük be. Már jól laktam azzal a két túrós Bélessel, hogy csak na, meg még itt a tej, a fele itt van, és akkor azt mondja, hogy nekem balra, körforgóba balra el kell menni. Megyek, igen, keletnek fogok fordulni, az lesz az útirány. Így. Néni elenged. Ez az. És akkor úgy látszik, hogy megint kaptató. És volt egy hosszú ereszkedés, és ezek a városok általában mindig bent vannak a völgybe, és akkor onnan meg másik felén ki kell kapaszkodni. Itt is vannak ilyen jó kis korabeli épületek. Ez picit ilyen Tátrafület feeling. Na, itt kell egy picit az útra odafigyelni, mert vannak benne ilyen jó kis sűjesztett aknafedelek. És akkor jön egy 3,4 kilométeres emelkedő, 154 szinttel. A gép szerint 106 méter múlva, de már itt emelkedik. A kedvetekért visszafordulok az emelkedőn, megszakítom a tök jó ritmusomat. Végre nyílt egy kilátás. Szóval ez itt dicső Szent Márton végig, onnan szemből jövök a nagy dombok közül le. Ott jöttem a templom mellett, meg eljöttem a Manecstíri mellett is, ottól van a román zászló, talán látszik. És azóta kapaszkodok végig, de még ez is dicső Szent Márton, tehát ez elég nagy hely. Na, még mindig van 1,4 kilim. Még pont akartam nektek elmesélni, mert tegnap is csak elfelejtettem, talán dicső Szent Márton még mindig, hogy a múltkor, amikor megálltam annál a Redváb panziónál, nem feltétlen a nap volt a baj, hanem hogy hasammal voltak gondok. Szerintem megittam valami olyan forrásvizet, amit nem biztos, hogy meg kellett volna, mert voltak pillanatok, nem tudtam, hogy most hányak, vagy bocsánat, már nem tudom más, hogy mondani, hogy összefossam magam, vagy egyszerre mind a kettőt. És azért döntöttem úgy, hogy megállok még a meleg pluszba. És csak azért mondom, hogy kötöm ahhoz, hogy az ilyen kempingekben mindig szoktam a kulacsokat mosószerrel, meg van ilyen hosszabb nyelű kefe. Jó alaposan kimosom meg ott ezt a csücskét. Mert ilyen nyálkás lesz, ha megnézed egy idő után a belseje. És már lehet, hogy abban is vannak baktériumok. Aztán rendesen odaver, ha nem figyelsz rá. Na mindegy, már csak azért említem, hogy teljen itt az idő. Még ez a része a legrosszabb az emelkedőnek, amikor ilyen nyíl egyenes. Na, itt már kocsiknak is van kapaszkodó. Mindjárt csak 600 méter a tetejéig. Na, mindjárt meg lesz a teteje. Íme ott. Ez a második ilyen komolyabb dombom ma. Na, megvan ott a nulla, ahol a teherautó.
Kicsit megízasztott reggel, most megállok, beöltözök, mert szétízadtam magam. Ez már Olá nagy falu. Bocsánat, Olá Kocsárd. Rosszul mondtam. Ez ilyen hosszú, hosszú főutca az egész szinte. Felértem egy ilyen domtetőre, napraforgóval, szép tájképpel, gyönyörű villanyvezetékekkel, és ott hátul pedig Olássáj következik, és ott valami erőmű is. Az autópálya leágazás. Még mindig tilos szekérrel meg taigával felhajtani. És akkor én meg... Aha. Itt fogok menni Leernut, ez Radnót, az fog következni, nagyobb város lesz. Íme, 14-es A úton. Olássájt meg kikerültem. Ilyen se volt még az autópálya felett. Van itt egy ilyen kis sáv is. Az a szerencsém, hogy pont mennek előttem biciklivel egy hapsi. Úgyhogy egész nyugodtan jövök, mert szerintem ő nem először jön. Vannak ezek a betonkorlátok, és nagyon beszorítják az utat, két szélt. Az a baj, hogy már most volt úgy az emelkedő, hogy két kamion jött, és gyakorlatilag egymás mellettem metszették egymást, az tényleg kicentizett. Hátul meg vannak ilyen gyönyörű tavak. Nem tudom, ez mennyire mesterséges, vagy az erőműnek kelléke. Ezt mondtam, hogy ez itt nagyon necces lett volna így helyügyileg. Főleg, ha neki szemből jönnek, és akkor én már itt látom, hogy ott ki fog engedni az úton, mindjárt leírunk felüljáróról. Egy régi jó komcsi bálvány. Láttátok az ikonokat benne? Ott volt benne egy nagy búzakalász. A tetejében ott volt egy villám. Magyarul ez gazdasági és ipari központ lehetett. Itt vannak ilyenek a nagyvárosoknak az elején, végén, mindig szokott lenni. Egy időben jártunk Szatmár Németibe dolgozni. Ezt úgy fogod megtalálni, hogy Szatumára. És ott ilyen gigantikus van, meg van egy torony a közepén. Ez ilyen ekte Mordor, tehát meglátnád. Akkor azt hiszed, hogy a gyűrűk urából onnan mintázták. Jaj. És tényleg, keressetek rá! Kis belvárosi kép Radnótról. Ott van az anyafarkas, szoptatja a kis farkasokat. Az a régi római birodalomnak a kelet eredet mítosza. A Romulus és Rémuszt, ahogy szoptatta a farkas. Most nekem egyébként nem erre kell jönni, csak itt van valamiféle ilyen belső része. És úgy döntöttem, hogy teszek egy kört. Tessék! Mondjuk. Megálltam itt egy parkba. Leülök. Jaj, picit. Mentem már. Mennyit? Sokat mentem. Egész jó időbe haladok, várjál. De... De 33-at jöttem, majdnem 34-et, 3-23-at másztam, tehát hogy azért 10 kilométerre átlag 100 méter ki fog jönni, és fél 10 van. Ilyen borongós idő van egyébként, és nagy szél van. Picit az fárasztó volt, hogy végig ellenszelem volt, elég erős. Itt a tegnapi cuccos, még ezt fogom megkajálni. Olyan jól elültem itt, vagy majdnem fél órát. Jól esett nagyon most egy picit megülni. Nem kell siessek, van időm. Elhagyom Radnótot. És akkor megyek Torda felé. Kisütött a nap, amíg ültem, a jó borús idő volt. A kellemes volt. Azért, ahogy előbújik a nap, igen meleg lesz azonnal. Az erőműhöz itt lehet lemenni.
legjobb kor bácsi. Na most talán látszik. Ilyen búz a földek közt jövök egyébként, most tudom, hogy nem aznak tűnik, de nyilván a kamera miatt jönnek. De hát itt megy az autópálya, nem látszik a kukoricástól, ott megy mindenki. Ez itt Cuci, azaz Kutyfalva. Bármit is jelentsen. Beugrottam ide egy kis boltba egy jégkrémet enni. Most nem tudom, hogy nagyon pihenős vagyok, és itt az Isten hátam mögött Kutyfalván boltban a néni úgy beszélt angolul, hogy 20 percet itt dumáltunk, hogy ő az első, aki kérdezte, hogy honnan, merre, meddig, és hogy tetszik-e, és tererererere. És mondta, hogy a transzalpinás vihar a tévében is benne volt egyébként. Nézte a biciklimet, mondja, hogy very professional. Ez a víz itt a Maros folyó. 1,3 kilométeres emelkedő 70 méterrel. Ez a következő feladat. Ezek azok az emelkedők, aminek sosincs vége. Pedig nem hosszú, de ilyen full nyíl egyenes. Full nyíl egyenes. És ilyen tűző nap, és ilyenkor oldal hátszeled van, hogy még melegítsen is. Tehát annyira nem nagyon hűt. És ezekből most itt nagyon sok van. De ez külön ki is emelte a track. Mutatom hátrafele. Szerintem látszik. Azt a mindenit. És az utolsó centiméteren is még 7%-os. Mert az 50-es tábla van, ott már lejt, de még, itt még mindig emelkedik. Szerintem, hogy egy ilyen éle van az út tetején. Mutatok egy érdekességet, nem tudom, látszik-e a kijelző. Tó van a piros csék a nyilakkal, az az én trekkem. Ahol meg van a zöld, a kék nyillal, ott vagyok most. És például, amikor tervezed, ide nem visz rá, hanem fölvinne oda a hegyoldalba, a házak közé. Ilyen alapon megmászhat veled, plusz be egy csomó ilyen kis bizbaszt, aminél ugyanoda fogsz majd valahol kiukadni. De megvan a túrám legrosszabb pillanata és útja. Ez a 15-ös. Egyfolytában mennek. Most, hogy be akarom bizonyítani, hogy egyfolytában mennek, most nem jön senki. Onnan 5 percet álltam, hogy ide át tudjak jönni, mert itt van árnyék. Mindjárt kicsit leülök, letakarítom a parot. Építik az autópályát. Ez a full por végig. Folyamatos autósó, és az út széle meg szar. Kegyetlen meleg, nulla árnyék. Brutális szél van szembe. Brutális forgalom, és brutális rossz az útnak ez a széle. És ennek sose lesz vége, azt érzem, hogy 30 kilométer vagyok a célomtól, de azt érzem, hogy soha az életben nem fogok odaérni. És a 30 fok van. Látom a tordai hasadékot a szememmel, meg a kiutat ebből a brutál káoszból, ami itt van. Borzasztó. Közben egy igazi sugárhajtású gép. Kár, hogy nem tudok én gyorsan lelépni innen. Nézd az ászlót, figyeld, hogy hogy áll az ászló. Ilyen szélbe jövök egész nap, és ez végig így a pofámba fúj bele. Most nem tudom, hogy a kocsiktól, vagy a széltől fáj a fejem, vagy már most mindkettőtől. Ez itt meg már aranyos gyéres. Na, neki a másik irányba akar kanyarodni.
van egy kis forgalom, ezután már Torda következik. Mert ez már egy jó ember próbáló nap, és a városban is úgy fúj a szél, mint az állat. Bejöttem egy helyre, kértem egy ilyen spanyol kaját, egy kólát, egy kávéval, 23-ra ért, és behozhattam a biciklit. Kurva meleg van kint. Itt örülök egy darabig, és utána megyek tovább, mert nincs már sok hátra. És kaptam még ajándékba egy ilyen nutellás rudat is. Na gyerekek, hát ez egy isteni jó hely, isteni jó hely. De 23 leér, ettem azt a... Jaj, nem tudom, egyébként tehát otthon is van ilyen tésztaszerű valamibe van, de ilyen rukkola van benne, ilyen tejfölös cucc, ilyen kis békön, de nagyon vékony. És nem volt kicsi, tehát ilyen két tenyerem méretű. Ez nekem ez pont elég, tehát hogy meg valahogy azért volt jobb, mint egy hamburger, mert nem volt olyan zsíros, és hogy ez nagy, pont elég volt. Egy doboz kóla, egy jó kávéval kaptam ajándékba azt a nasit. Még elmentem a WC-re. Megmosakodtam, feltöltöttem a kulacsaimat, úgyhogy hát ez teljesen oké. Okay. Hát kedves nézők, elértem Tordába, amint a városban, amit van a hasadék mellett. Ott vannak szembe egyébként a hegyek. Ez a Szigethegységnek a keleti pereme, és mindjárt fog majd látszani. Előtte mutatom itt, hogy van egy ilyen stop-shop udvar erre, nem mint amik otthon. És akkor... Bocsi! És akkor kikanyarodunk. Amilyen brutál a forgalom, itt egyébként próbálnak annyira toleránsan kerülgetni, szóval nem lehet panasz itt a vezetési morálra. Legalábbis nekem nem volt rossz tapasztalatom. Annak ellenére, hogy az egész eddigi 11 napban ez volt a legszörnyűbb ilyen 20-25 kilométer körülbelül. Komoly nagyváros. Már nagyon régóta jövök befelé. Szokásosan, mint akár odahaza, hogy ilyen bevásárló központok város szélén panelnegyedek. Ilyen panelek vannak, hát pukkantabbak, mint nálunk. Mély garázs, Lidl. És a délutáni csúcsfogalom, most egy kicsit átraktam Navit, hogy mi újság. Egyébként itt is van Lidl, és végig árulnak gyümölcsöket a két oldalán az útnak, meg hűtött üdítőt. Ilyen panelházak tömkelege. Itt már azért az útra is figyelni kell. Egyébként idefele is Kolozs megyében voltak rosszabbak az utak. És mondhatom úgy, hogy kicsit olyasmi, mint nálunk. Tehát nem új gáz, hanem hogy megszoktad azt a nagyon tükör aszfaltot. És ahhoz képest tehát figyelni kell, hogy mibe mész bele. Kicsit ilyen eklektikusnak hat így a tévén keresztül egyébként. De hamar hozzá lehet szokni ehhez a közlekedéshez. Micsoda helyek vannak parlagon. Közben engem ide kihozott valahogy a város szélére a navigáció. Igen, mert ott valami nagyobb forgalom van. Ez elég ilyen pukkant. Itt nem egyszerű balra nagy ívbe kifordulni bárhol is. És végre hátszelem van. Gyerekek, 80 km után hátszelem van. És 38 fok. És nézzük háttérben, ott a mai végcélom, a tordai hasadék.
ilyen nagyon lepusztult redva környezetbe, de mindegy is, mert hagyom el, és nem sokára átérek itt a főút, illetve az autópálya túloldalára, és onnan el is csendesül már a forgalom. Hát brutális innen is nézve, még 14 kilométert ír nekem a track, ott van a tövében egy kemping, azt céloztam be, de van előtte is egy másik. Úgyhogy, szóval innen nagy. Milyen lehet majd onnan közelről? Mihály Vitézeu, az a Szent Mihály nevű falu. Az utolsó lakott települése, még lesz egy picike. Ezt majd mondom ott, és onnan kell majd fölmászni. Lesz egy 200 méteres mászásom, már mint szintbe. Ilyen 3 kilométeren belül, úgyhogy az ilyen kapaszkodósabb lesz. Viszont amiért bekapcsoltam azt, hogy itt van egy kemping, ugyanolyan holland nevű, nem tudom most. Megmutatom, aki lesz írva, állítólag arról is sok jót írnak. Gondolom, aki így Tordára szeretne menni, aztán nem akar sokat fizetni a hotelért, azok innen be tudnak járni, viszonylag közel van. Bringával se kellett olyan sokat kijönni, kocsival meg ez szerintem pár perc. Információm szerint mindjárt itt van a kemping egyébként 6 kilométerre. De az azért nem pár perc lesz, mert mászni kell sokat, viszont bolt nem lesz, és kell vacsora, meg reggelire való, úgyhogy ha minden igaz, akkor nem is itt, hanem lesz egy doi valahol máshol, meg ez nem is élelmiszerbolt, de itt mindjárt lenni kell egy üzletnek még, és akkor itt vásárolok ennivalót, valamit. Igen, mindig is ez is feladat, hogy ilyenekre gondolj, így van ott a bolt. De fantasztikus ez a Google, hogy azért nem a sorsodra bízod magad. Ez nagyon jó. Szóval ilyenekre is oda kell nagyon-nagyon figyelni, mert ott felmész, örülsz, azt mit teszel? Egy órát elücsöröksz, az éhen pusztultál. A 2600 forintért megtörtént a bevásárlás. Hátamon van egy hátizsák kaja. Megvettem most a mászáshoz előtte. Nagyon kívántam egy jó hideg jégkrémet, meg egy ilyen jó citromos szénsavas cuccot. Hát vettem egy konzervet estére, meg két zsemlét, meg banánt nápolyival reggelire az elfogálni estére. Mutatom nektek, 35 fok van árnyékba. Kegyetlen. Egyébként jöttem 84-et eddig, 5.39-en. És lesz benne most még, várjál. Így van, hát majdnem 6 kilométer. Tehát, hogy ez a 90 meg lesz. És mondok nektek egy olyat, hogy 2,3 kilométer múlva lesz, átlag 6%, 2700 méteren. 177 méter mászással. Ez a gyümölcsös jégkrém, ez meg valami isteni. Ahogy kinyilatkoztattam, hogy hátszalámban azon a részen mentem, vagy egy kilométert. És megint ráfordultam a szembeszélre, néztek a zászlót, hogy állt, tehát majdnem mondtam, mint mi a lakodalomba. Végig egész nap, érted? Ahogy kiforultam a kempingből, egész végig, egész nap így fújt, és azon a 15-ös úton, amikor ott építik az autópályát, az a port, hogy vitték, ott volt egy ilyen mélypontom, ott nem is nagyon filmeztem, mert szép és felemelő dolgokat nem tudtam volna mondani. Káromkodni meg annyira nem akartam már. Fú, a kegyetlen a meleg, nem hiszitek el. Pedig én imádom egyébként, de ez már azért az a sok. Szembelevő hegyekkel pedig már találkoztunk, hiszen amikor az Aranyos völgyéből ereszkedtem, hát már is lassan egy hete, akkor bizony onnan szemből jöttem. De nem jöttem egészen ki, hanem befordultam ott a felhők irányába dél felé, és mentem Torockóra. És most itt fog bezárulni ez a kör. És egyben ezzel a 11. résszel lezárul a túrának a tematikája, mert holnapi feladat az már csak ilyen fél nap lesz, ha minden igaz, mert a kempingtől egy kb. 40 kilométerre van Kolozsvár,
és oda el fogok jutni. Ott néztem már Bookingon házat, vagy házat, tehát egy szobát, vagy kettőt is. De majd azt holnap intézem, ha odaérek. És a holnapi nap már egyfajta ilyen kolozsvári városnézés lesz, úgyhogy szobába szeretnék hagyni minden cuccot, és csak magával a kerékpárral üresen menni. Ez egy elég nagy város. Voltam már egyébként ott többször is. Ez lesz szerdán, csütörtökön pedig 1 óra 55 perckor indul a nemzetközi vonat, amivel elmegyek Nagyváradig, az délután ilyen 5 körül ér be. Átjövök a határon, valahol megalszom ott a kukoricásba a magyar oldalt, és péntek reggel szépen hazatekerek. Ennyi lesz a túra. Úgyhogy alapjába véve ezzel a mai résszel le fog zárulni ez a sorozat. Ez lesz a 11. része. Talán lesz még egy 12. egy ilyen kisebb a Kolozsvárról. Közben nekem jelez, hogy itt kell lekanyarodni, és ott is írja. Igen, ezt a természetvédelmi területet, 3 kilométer. Csia, az mészkő, és nekem a 103-as út fog kelleni. Így van, a teljes, tökéletes szembeszélre ráfordulunk megint, ahogy kell. Vonatos útnak annyi az oka, hogy Kolozsvár és Nagyvárad között az az 1-es számú főút megy, ami ezt a nemzetközi tranzitforgalmat is lebonyolítja. Nyugat-Európa, illetve Kolozsvár, meg Marosvásárhely között. És amikor jöttem Bánfiúnyadra jó pár résszel ezelőtt, akkor is láttátok, hogy micsoda forgalom van, pedig kamion stop volt. És mégis mennyien voltak. És akkor el tudjátok képzelni, hogy mi van, amikor nincs kamion stop. Tehát mint ami most volt, nem is filmeztem, mert nem is tudtam szinte így megfogni a kamerát, annyira kellett koncentrálni. És az nagyon veszélyes, meg igazából látványban nincs benne semmi. Most ott letekerni azon egy 100-ast ilyen rekkenő melegben nincs értelme. Egyébként többet elköltök, mint amennyibe fog kerülni a vonatjegy, szóval. Az aranyos folyó kicsit ilyen sárosabban. Közben nekem mindjárt elkezdődik 2780 méter emelkedő 177 méter szinten. Ez azért igen jó bekezdett. Jó kis combos, és ezután jön még a piros zóna. Azt nézzétek, ez már ki kell állni. Tudom, mennyire emelkedik az út. Én 8%-on csutka szembeszél. Alakul ez azért. Meg kell érte dolgozni, remélem nem lesz drága a kemping. Brutál kőfejtő. Kedves nézők, ezekkel a képekkel zárom a 11. részt. Ez egy fantasztikus nap volt, egy fantasztikusan nehéz nap volt a mai. Végig a szembeszéllel, illetve a rossz utakkal, illetve a forgalmas utakkal, de hát
ez is benne van, és ezt is valahogy meg kell oldani. És most ahol állok, az éppen a lejárata a tordai hasadéknak. Ott vagyok a kempingben, hát pont volt egy sátornyi hely, most meg már semmi nincs, tehát fullon van. Ez itt a tordai hasadék, mindjárt lebukik a nap mögötte, azt várom, és akkor mutatok nektek egy-két gyönyörű szép felvételt róla. Nagyon szépen köszönöm, aki végignézte velem ezt a részt is. Találkozunk a következő részbe. Az már egy rövidebb városnézős lesz, ami nem lesz más, mint maga Kolozsvár. Sziasztok, ciao. Ha tetszett a műsor, a film alatti szuperköszönet gombon keresztül meghívhatsz egy kávéra vagy egy fagylaltra. Ha pedig a csatorna tagságot választod, hamarabb és reklámmentesen érheted el a tartalmaimat. Most pedig nézzük, mi várható a következő részben.